Internet Café Simulator 2. Welcome! Na nézzük. Először is options. Very high. Szerintem nekünk a 2K60 az elég lesz. Full screen. Language. French, German, Spanish, Turkish, Korean. Nincsen magyar. Részinket bekapcsolhatjunk. Motion blur nem kell. Shadow high. FPS limit. Hát... A main menübe vagyok. No mindegy. Oké. Okay. New game. Ennyi. Azt mondja, enter the name of your internet café. Na, ja, hogy így indulunk. Nem, mert majd ti fogjátok megrendelni, pihe. Csak majd beszéljük át, hogy mit szeretnétek. Nem csak pullover lehet, hogyha valami más szeretnétek, akkor más is lehet. Na, jöhetnek az ötletek, srácok, gyorsan. Allnet. Katica. Kávébagoly. Ennél kreatívabbaknak kell lenni. Oddu. Kávézú. Kaol Kafi. Kék osztriga. Jó van, Loli. Olnesti. De az már jó, hogy belekerül a bagoly. Bagolytanya. Ne itt küld el, pihe. Discordon beszélgessünk. Bagoly ráta internet kávézó, avidiznet, zugol. Ne, bagoly velé, ne tete. Rőt bagoly! Rőt bagoly. Vagy az éjjeli lyuk. Istenem. Jó van, pihe, rendítsek. Túl, amit elég egy is. Ez bőven elég. Mit szóltok a lagolhoz? Biztos sok vendég jön majd egy internet kávézóba, aminek az a neve, hogy lagol. De akkor legyen kötőjellel. Jó lesz? Na, start! The game will open late at the first load. Please wait. Na! You can adapt to the game in a shorter time by following the tutorial mission. Do not worry, they are not boring and long. Oké, okay. Movement VASD, jump, tab, skills az X, pause, punch, crouch. Jó. Na. Először is, zenénk van-e? Nincs is bazd meg más beállítási lehetőség, csak ennyi. A... Amúgy? Kicsit mint halkadna. Jó, de most valami vízipipa.
Oké. Okay. Na most, Ácsi, ha ez az apartmanom, akkor miért egy lepukkadt garázsba kezd? Ja. Ó. Oh. Go to your internet café, press M for the map. Ja, mi a tök? Bitcoin miner, your home, second hand shop, club, your internet café. Oké, okay, hanyadik emeleten vagyunk? A harmadik emeleten vagyok most. Hogy megyek le? Ó, oh, most bevette. Persze, hogy van arra gomb, hogy punch. Na. Hát azzal a kutyával meg mi történt? Halló, jó napot! Jó napot kíván... Ott a hottab! А видишь, как корнем из кестем один орот. Пасса с минденкин, а видишь ли квет магатри банк. Бессоритоттак, базай! Ига? Hát itt ilyen kutyák így fekszenek csak úgy. Ott van valami? I know everything that happens in this city, man. You are the owner of the new internet cafe. They smashed the man who worked at the cafe before you, man. If you got on well with me, this wouldn't have happened to him. If you want to build a BTC mining rig in this city, you have to pay me license. Hülye vagy, de nincs is pénzem, vagy van? $2000 van. Oké, okay, ennek a csókának fizessek $100? Szerintetek? Vagy... Várjál már, az a... Az ott Trump volt! De miért zöld? Itt van a zöld Donald Trump! Oké. Okay. Várjál, ő ilyen izmos. Gyere, bazzeg, gyere! Na, mi van? Ez lehet, hogy megöl. Rossz emberbe kötöttem bele, ha van ilyen. Evezetjük rajta a feszültséget. Hű, bazzeg! Hát Trump elpicsáz.
De az a baj, hogy én nem tudok védekezni. Na mindegy. Menjünk a kávézóba. Ez vagyok én? Várjál, akkor ez az én kávézóm. Ott van! Micsoda neon! Azt figyeljétek, az omega jellel mutatja az O betűt. Hát ez mind az enyém. Oké, gondolom föl kell takarítanom. Yes, footprint. Milyen aranyos buborékok jelennek meg, kérem szépen. Very dirty. Nagyon mocskos, srácok. Még mindig jobb állapotban van, mint Kucsinak a szobája. Tehát ez kérlek szépen a Lagol internet kávézó. De ezt fogjuk most kipofozni. Nagy buli lehetett, igen. Very dirty. I am very dirty. Yes? Van baseball ütő. I'm already carrying something. Aha. Na várjál. Hogyan veszem föl a szemetet? Ahhoz gondolom kellene... Hínye, ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Ezt inkább kikapcsolom még, jó? Nem tudom, hogy hol lesz itt zárlat. Hogyan veszek föl valamit? Azt hittem, a jobb klikkel veszem föl. Nem, az elvel se veszi föl. Ó, de jó, és ezt le... Ó, Istenem, nézek, ebbe bezzeg... Működik az, hogy normálisan lehessen lerakni asztalt. Cser. És érted, egy műanyag széken fog ülni az emberünk. Hát most a tököm tudja egyébként, hogy ezt mennyire kell közel rakni hozzá. Vagy hogy számít-e egyáltalán. F-fel? Nem, az F-fel sem veszi föl. Pedig mutatja, hogy trash, de szerintem... Várjál? Nem lehet, hogy... Nem lehet, hogy a moppal lehet azt is? Ó. Oh. Oké, ezek azok a fajta üvegek, amik egy jó felmosással eltűnnek. Jó, nincsen túl bonyolítva a dolog. Tehát addig sikálom, ameddig fölmosom konkrétan a földről. Clean. Sisza! Jó, na most... Na most a plafont nyilvánvalóan... Mondjuk, hogyha lenne benne áram... Oké, nem tudom, hogy miért mutatja azt még mindig, hogy clean, de... Termométer... És egy spré. Na várjál már, van nálam valami. Ezek szerint normálisan nem tudom lerakni. Nem, ezt tehát így eldobni lehet. Jó, van egy termométerem. Ó, oh, és azt is így tudom használni. Oké, okay, spré. Smell! Ó, oh, ott van, hogy... Ez most komoly. Ez most komoly, hogy ha büdös van, akkor egy dezodorral kell körbe fújnom. Jó, tehát az internet kávézóknál bekapcsoljuk az elektronyosságot. Buy computer case, monitor, keyboard and mouse.
Igen, itt mutatja, hogy ez egy kompúterasztal, aminek széke van. Most bevásárolnom kell, hogy legyen legalább egy eszköz, amit tudunk használni. Na nézzük. Press space to start the computer. Van hangja. Booting. Igen. Jaj, milyen szép. $2000 van. New customer come after 1 o'clock. Café closed. A kurva anyját! Az mi volt? Fölrobbantotta a helyet! Még a döglött kutya is feltámadt. Ezt nem lehet becsukni? De ameddig én itt dolgozom, addig becsukom. Hát beszaladt egy terrorista. Na, oké. Okay. Buy a computer. Case soft. Igen. Az, ez mi? Order computers, wallpapers, requests. Setup is not complete. My cafe. Ó, itt lehet kifesteni. Úristen, nincs valami RGB-s fal festék? Ja, először vegyük meg, ott van lagol, 3 csillagos a lagol. Hogyan rendelek számítógépet? Orders, computers, wallpaper. Ó, change wallpaper. Akkor legyen cicás. Requests, computers. Shutdown. Ó, oh, lehet, hogy itt. Crypto, Bill, May, Fruit Slot, Skin Case, Warcry, Crack, Kawaii. Zamazor. Lehet, hogy a Zamazorról kell. Lehet, hogy az Amazonról kell rendelnem. Computer cases, itt van. Jó, az Amazonról rendelünk. Aha. Jó, hát most egyelőre ilyen csiragépet kell rendelni, nem lehet $1750 computer case. Jó lesz ez. Induljunk alulról, srácok. Induljunk alulról, $145. Oké. Okay. Megvan a computer case. Air conditioning. Aha, na az majd később. Arkád masina, nagyon jó. Konzol. Fan. Csinálhatok OnlyFans-t. Chair, az megvan $76. Mi a következő szint amúgy? 180. Joystick? Joystick nem kell. Keyboard kell. Ahogy látom, a $100 keyboard lesz az első. Ezt most berakta a kosárba? Igen, már 2 van. Keyboard, lámpa. Ó, több lámpa nem kell. Monitor, hát monitorra szükségünk van. Amúgy mi a legdurvább monitor? Pro Gaming, $1549. Na mindegy, egy sima monitor. Egér. Jó lesz a $65 egér. Berakunk egy mousepadet. Painting nem kell, desk nem kell, TV nem kell, VR controller nem kell. VR headset még egyelőre nem kell. Jó. Akkor gondolom... Így rendelem meg. My orders. $2000. Annyiba. Baszd meg, hogy nem lehet teljes... Na. Lehet ilyet csinálni?
Complete payment 533. Az jó, egyelőre egy elég lesz. Jó, mikor kapom meg, és hol kapom meg? Orders. Not delivered yet, 5 pieces. Jó, hát gondolom ez egyszer majd csak megjelenik. Na de, azt mondja, hogy kicsit tuningoljuk a helyet is. Walls, floor, ceiling. Oké, srácok. Ez mi? Old speaker. Bojama ögler. New room, meg kitchen. Aha, itt lehet ma. Jó. Először is falat kell. Falat kell. The electricity is off. Ez most real, hogy így néha le fogja baszni a biztosítékot? Wait for the product to arrive. És itt állok egy baseball ütővel a kezembe, és várom, hogy mikor hozzák meg. Ott egy rendőr. Amúgy tök jó, hogy egy ilyen sikát... Nem mondod, hogy a Camel Prime hozza! A Camel Prime hozta a monitoromat. Meg mindent. Egy pillanat, csak remélem addig nem rabolnak ki. Ezt tudjátok, hogy miért jó? Mert iszonytató durva gamer bárt fogunk építeni. Várjál! Hölgyem! Srácok? Én úgy emlékszem... Oh, jó. Igen, ezt akartam mondani, hogy egér alátétet is rendeltem. Várjál, ez most real, hogy az egér alátétet... Mekkora már ez a mousepad? Fölfele lefele nem mozgasd az egeret, csak jobbra-balra. Jó? Itt megvannak a szabályok. $65 vettem ezt. Srácok, 90x45-ös avidos egérpadot árultam, bazdmeg, töredékéért. Wait for the customer to arrive. Na. Hát én akkor közben várom, hogy jöjjön az első. Hello, Uvu! Nyugalom. Szabadság van. Customer sent you a request to turn on the monitor. Start the... Mi van? Start the client's time, use case soft up. Ja, hogy ja! You have completed the tutorial missions. Now you can freely play the game if you want. You can take some quests by walking around the city. The game saved when you sleep. Oké, na gyere ide, csöves! Figyelj, azt most vagy nagyon megverem azt a csávót. Mit nézel, haver? Hogy a... Zornbub! Érted? Ide jövök, és a csávó itt matyizik a Zornbubra. Haver!
Ott van, már 47 dollárt fizet nekem. Zornbub. Jó, tehát a tutoriállal végeztünk, innentől kezdve... Hello? Hello? Innentől kezdve barangolhatunk a városba, és gyűjthetünk pénzt, hogy még jobb legyen a setup. Haver! Na jó, én nem akarok beleszólni, mert te vagy az első és egyetlen vásárlóm jelenleg. De haver! Kéz nélkül internetezik. Mondjuk igazából pénzem van, tehát akár több kompjútert is vehetnék. Most megy el. Runs away without paying the fee? Hol vagy a kurva életbe? Gyere ide! Na, a 111 dollárt azt ki is fizetted, jó van, köszöntem szépen, örültem, hogy a lagolba jöttél, remélem, hogy visszajössz legközelebb is internetezni. Na, hát úgy látom, megoldottuk a problémát. Na, hát szerintem ez rendben van. 42 dollárt kellett volna fizetnie, és 111 dollárt vertem ki belőle. Mi van, ha büdös volt? Azt meg tudjuk nézni. Tessék, már is jó szag van az irodába. Úgy látom egyébként... Hello! Jövök, már is indítom a számítógépedet, hölgyem. Request, approve. 30 percet akar. Jól van. Őt is nézzük meg, hogy mit csinál. Tehát te is Zornhubot nézel, megőrülök. Egy hacker. Egy hacker is, valami csipogott. Can you extend my time? Persze, nyugodtan. Egész nap itt lehetsz, te vagy az egyetlen ember. Na, amúgy szerintem kellene másik állomást is lerakni. Igen. Ha random kiütsz valakit az utcán baseballzal, akkor is kapsz pénzt. Nem tudom. Nem. Nem. Ő is elment fizetés nélkül. $55. Bocsánat, a másik járulékos veszteség volt, te pedig semmit nem láttál. Miért akarnak mindig fizetés nélkül elmenni? Na, bezártam a bótot. Egy picit foglalkozzunk a bolttal. Jó? Először is azt mondja, hogy a... Oké, akkor itt a Café Soft, ez az, ahol tudjuk a gépeknek a hátterét állítani, meg ha valaki beül a kávézóba. Jó, először is szerintem... Mit szóltok ehhez vagy ehhez a wallpaperhez? Használtan nem olcsóbb? Hát ennél olcsóbb ne legyen, mert akkor az fölrobban használat közben így is. Így van, nálam a happy ending a baseballzütő. Jó, csináljunk egy ilyen narancssárgát először. Floor paint. Azért itt vannak vadak. Ez ilyen linoleumos, az nem kell.
Valami sima fekete kell. Ez. Nézzük meg, hogy ez milyen lett így. Annyira nem gondolták át ezt az átmenetes dolgot. A padló az rendben van. Szerintem a padló az így oké, okay, viszont ez a fal ez így nem jó. Tehát konkrétan úgy kell gondolkodni ezzel, hogy ha ez átmenetes jobbról balra, akkor itt fog befejeződni, és itt kezdődik a következő. Tehát egyszínű fal kell nekünk. Hát az lenne jó, ha fentről lefele lenne átmenetes, de szerintem alapvetően kifogunk... Mi a fasz?! Hogy a passzomba gyulladtál ki? Nem is használja senki! Kellett nekem használt AMD-t venni. Na, szóval... És ez? Na hát ez már is kultúráltabb. Ennél már csak jobb lesz szerintem. És a ceiling? Mi? Az konkrétan ugyanaz, mint a padló. Jó lesz az így. Tessék. Bár is sokkal jobban nézünk ki. Oké. Okay. Tehát ezzel megvalánk, és még maradt 800 pénzem, ami azt jelenti, hogy egy teljes új asztalt szerintem nem fogok tudni. Négy ember loved. Computers infected with viruses. Hát te hülye vagy. Hát nem kellene a Zorn bubon... Na mindegy, ez legyen az ő dolga. Oké. Okay. Food My Café. Ez volt a My Café. Itt van a ratingem. Itt lehetett... ha majd 800-ért lehet még 17 négyzetméter, tip box, hot dog card, old speakers. Jó, ezzel egyelőre még nem kell foglalkoznunk. Szerintem először kellene még egy állomást venni. Amihez... Oké, okay, ez az electricity went off, ez fantasztikus. Amúgy ezt nem tudom kikapcsolni. Fizetnem kéne rendesen a számlát. Hát, remélem, hogy lehet ezen majd javítani, hogyha sok pénzem lesz, akkor fizetném a számlát. Na szóval, tehát kell nekem először egy asztal. Úristen. Nincsen olcsóbb. Ó, ez mi? Dragon VR table. Metal computer. De nagyon drágák az asztalok. Na jó, akkor nincsen új gépvásárlás. Kimegyünk a városba és körbenézünk. Várjál, kikapcsoljuk az elektronosságot. Jó, először nézzünk körbe. Tehát itt vagyok. Azt mondja, hogy BTC Miner. Először elmegyünk a Bitcoin Minerhez. Aki nem itt van. Majd el akarok menni erre a bulizós helyre. $500 lehet venni 30-90-et nála? Hát nekem kellene egy pár. BTC Miner $1000. Buy the graphic card. Rig case for mining. 650-ért. Wow!
Oké, tehát majd össze fogunk tudni rakni, hogyha lesz pénzünk, egy bitcoin miner. És erre én is tudok menni. Na jó, tehát a bitcoin miner az annyira... Szerintem kijöttem a térképről. Jó, tehát a bitcoin miner ahhoz majd később kell jönni. Az az én házam. Lemegyünk a second hand shopba. És megnézzük a hottubos lányt mit csinál. Azaz, nyomjad. Várjál, le tudok googolni. Hoppá! Látunk egy kis husit is. Azaz, nyugi, én is fizet... Szub vagyok. Cipőbe. Érted? Cipőbe van a hottubba. De, ja, ez mi... Haló? Mi az a kutyaszkín? Hajt egy maci! Haver, rossz napod volt! Itt van a Didi bár. $100 lehet meg... Nem. $100 nem megyek be a Didi bárba. Press X. My skills. It allows you to throw harder punches. Fizika... Vannak kávézó skilljeim és fizikál skilljeim. You have been punched so many times that you don't feel anything anymore, you become more resilient. Smile. 35-ért tud... Na de várjál! It increases the likelihood of more customers coming to your cafe. Azért kapok pontot, ha kiütök valakit? Oké. Okay. It increases the likelihood. Jó, a kávézó skillt választottam. Szerintetek szimplán csak... Figyelj, teszteljük le. Most jelenleg ugye 0 ponton van. De ne, én nem tudok elhajolni. Én nem tudok elhajolni. Tehát, hogy én csak ütni tudok konkrétan. Semmi más. Na most ezért kaptam pontot? Ezért nem kaptam pontot. Jó, ő is $100 akart tőlem. Jó, a klubban, a second hand shopban még el akarok menni, aztán utána kinyitjuk a kávézót, és akkor... Futtatjuk a kávézót, aztán majd meglátjuk, hogy mikor tudunk fejleszteni. Best... Oh! A csávó a boltba a hottabos csajt nézi tévén. Azt mondja, cardboard VR, LED mouse, office mouse, quick plus, keyboard. Van hátizsák. Aha, itt van a backpack és a hand. Aha, tehát hátizsákot amúgy kellene venni. $3000 a legnagyobb hátizsák. 116 a használt PC. Itt van baseball ütő. Spray. Azt is nézd meg, ott nézi a live izét. Jó, egyelőre ennyit tudunk, menjünk haza, és keressünk pénzt.
az lenne a cél, hogy rögtön a második gépet és munkaállomást megvegyük. Bútol a gép. Már hallod? Titi! Mondjuk tudtam volna venni még egy állomást, hogyha nem festem ki az épületet. Na, café open. Nagyon jó. Most már jöhetnek az emberek. Az a baj, hogy ezt nem lehet átrakni sehova. Tehát az én állomásom mindenféleképpen itt van. De figyeljetek, szerintem azért a tisztasági festés az jót tett az épületnek. Kellett. Termométer, very cold, azt mondja. 10 fok van itt. Mi a fasz? Az előbb még 22 volt. Így gyulladt ki a gép. Hogy lehet akkor most... Na mindegy. A szag jó. Na neked mi bajod? Ú, te tuti azért jöttél, hogy kiverd. Pont úgy néz ki. Na nézzük, approve, 30 percet akar csak. Jó van. Ő 3 órát akar. Mi volt ez a kettő dollár? Az mit csinál? Nem akarom tudni. Ja, az enyém. Azért én felkészülök. Amúgy tudjátok, hogy mi lehet még? Lehet, hogy azért mentek el fizetés nélkül, mert nem voltam benne a boltban, nem? Kicsit hátrébb kell rakni a széket. Persze, meg majd el kell forgatni. Nyilván egy ilyen helynél figyelni kell arra, hogy háttal nem szeretnek ülni az emberek a többieknek. Tehát, hogy meglegyen a kis privát szférája, ezt az asztalt be kellene forgatni, hogy ő lásson kifele, de az emberek ne lássanak rá a monitorára. $49 fizetett, király. Azt ismerem. Az a terrorista. És te? Tudjátok, hogy mit jelent, hogyha piros talpa van a magas sarkujának? Csak mondom. Amúgy mennyi az idő? Ó, nézzétek csak! A beérkezett emberek után kapok pontot. Hát akkor a physical skillhez... Igen. Jó napot, tessék helyet foglalni. 1 órát szeretne. Ez micsoda ez az F? Ja, hogy közelebbről nézem a monitort. Oh, wow. Nekem jó így is. Computers infected with an internet cafe with no games inside. Garbage. It's a great place to experience the life of Eskimos. $14. Jó, de hát most mit csináljak? Tehát, hogy érted? Oké, hogy 10 fok van, de hát hogy lesz melegebb? Várjál, lehet, hogy azt kellene csinálni, hogyha bejön egy ember, akkor lezárom az ajtót. Hagyni kéne égni a gépet. Igen.
tudom, hogy lehet venni légkondicionálót, de hát azok ilyen $1000 környékén voltak. Most csóringer vagyok, $900 van összesen. No new customers come after one... Aha, tehát már nem jön. Akkor be lehet zárni a kávézót, kérlek szépen. Így van, és akkor gyorsan kitakarítunk. És lehet aludni vajon, vagy csak meg kell várni, amíg jönnek? Mert akkor addig átrendezzük. Ó, ja, hogy így rendezem át. Az kemény. Szerintem csak elforgatom. És így oldalasan leszünk, mert egyelőre nem túl sok a hely. Így. Azt mondja, hogy monitor. Forgassuk el azt is. Így szépen ergonomikusan. Túlságosan hátraraktam a monitort, elfelejtettem, basszak, hogy ezek ilyen gigantomonitorok, basszak. Jó, semmi gond. Ez annyira nem lesz egyszerű, mert mint hogy így, oké, egyelőre ezt a szart ide rakom. Jó van, rakd le úgy, ezt meg rakd le így. Mi van, hogyha ne... Na, ezt nem is akarom kipróbálni. Mi lett volna, hogyha nem rendeltetésszerűen rakom rá? Infected with viruses. Oké, okay, build. Jó, akkor rakjuk hátrébb. Mondjuk ide így. Én most csak jó lesz. És mennyire lakok közel egyébként? Egyenesen és balra. Hallod, még eső is esik. A hottubos mellett lakok, de érted, a hottubos az nyomja 0-24-be. Ez volt a... Ja nem, nem ez volt a bejárat. Ja, innen jöttem. Tuti Pegazus van a gépen? Én nem tudom, hogy mi van a gépen, de nem is nagyon van lehetőségem egyelőre mást venni, mert mennyi volt? $300-400 volt egy asztal. Hát vagy azt lehetne csinálni, hogy nem még egy asztalunk legyen, hanem akkor kezdjük el felszerelni azt az egyet jól, ami van, nem? Igen. És ez a házam? Ez kemény. Game saved. Jó, és hol látom, hogy mennyi az idő? Itt nem. Amúgy, ha igazán korrekt lenne, én úgy gondolom, akkor a kávézóba aludnék. Az első részben kellett. Igen, itt is látszódik, akkor kell. Jó, hát akkor minden nap hajnali egyig dolgozunk. Hajnali egykor... Pedig lehúzom a rolót, és kész. Ki se kapcsoltam a gépet. És reggel 9-re ide érek. Igazából. Sok helyet foglalna ott egy ágy. Mondjuk ez igaz, tehát jelenleg még sok helyet foglalna itt. Majd, hogyha nagyobb lesz a hely, akkor biztos, hogy jó. De, hát figyeljetek, szerintem először az kellene, hogy akkor most van egy gép, old speaker, hot dog cart, azt szerintem még egyelőre nem kell. Van itt burglar alarm. Konyha. Jó, ez most egyelőre nem kell. Food. Lehet kaját rendelni ide. Gondolom majd azután, hogyha van itt konyha.
És jelenleg bejött az első emberünk. Elindítjuk a cursor. Approve. Tessék, menjél. Jó, és közben addig én tabot váltok. És akkor nézzük, hogy ezt ebből kilépek. Bazzik, már el akarsz menni? Most jöttél, mi? Ez volt a fél óra? $1.17 fizetett? Ha ideális volt a hőmérséklet, akkor tovább maradtak. Hát ezt rögtön gondoltam, tehát 10 fokban én se nagyon számítógépeznék. Jó, akkor nézzük meg, hogy mit lehet még itt venni. Kripto, van bill. Nincs billem. Jó. Mail, fruitlot, skin case, clothes. Vehetek ruhákat. Jó, hát nem, tehát először nem magamat akarom fejleszteni, először a kávézót. Applikációk. An application where you can listen to great music. Oh, download. You can buy best quality games. Minor devices, nem? A virus scanner. Mehet a virus scanner is. A database where you can find employees. Azt is töltsük le. The world's greatest MMO game. Download. That allows you to use the computer more professionally. Download. Szórakozol? Hát itt mindenféle jó, még a miner programot is szedjük le. Limitless. Van, addig maradsz, ameddig szeretnél. Aha, limit lesz mi? Limit lesz a kurva anyád, gyere vissza. Hol vagy? Gyere ide, büdös paraszt! Pif! Téged nem akartalak, bocsánat. Ő ezt másképp gondolja. Na, gyere. Hoppá. Ó! Oh! Szerintem ő meghalt! És eltört a baseball ütőm. Jó, ő meghalt. Na, viszont Spotify. Ó, kell egy loudspeaker. Jó, azt azonnal vennünk kell. Ceiling part owned. Old speaker. $500. Jó. Még jó, hogy először gépet akartam fejleszteni. És hol van? Most várok arra, hogy kiszállítsák? Gondolom, igen. Az jó van. Aztán fizessé! Ez megint egy ilyen limit lesz. CMD. Igen. Azt te? Az meglépett fizetés nélkül. Hát ez... Kiütöttek a picsába. Jó, de hát hány fok van? Szerintem konkrétan... 10. 10 fok van, srácok. Hát így nem csodálom, hogy nem tetszik nekik. Welcome to the command. Please enter a valid command. Őristen, na jó, hát itt aztán tényleg lehet... Vírus scanner. Buy premium. Start scan. The number of virus is found 21. Futtatjuk a víruskeresőt. Buy premium, protect yourself from virus automatic scanning. Ó, oh, ja értem. Én manuálisan is nagyon szívesen. Nagyon-nagyon szívesen futtatom ezt ingyenesen. Nézd meg! Trump bácsi bejött netezni hozzám. Na, szerintetek ő mit néz?
Természetesen a Zornbubot nézi ő is. És érted, Trump itt van az internet kávézomba, és cenzúrázott tartalmat néz. Az anyád faszát. Konkrétan kilopta a monitort Trump elől. Kilopta a monitort a Trump elől. Hát ez mi? Gyap, köszi szépen az Annának ajándékozott szubot. Scan in progress, viruses are deleting. Jó van. Jó, tehát akkor ez működik. A miner az nem kell Steam. Rush... Geci. Rush B simulator. Toss a coin simulator. Cyber the hotfix. Half game 4. Miner speedrun. Fat smoke. És elment az áram. Mindjárt nézem tovább. Egy sárga teletábbi volt, igen. Fat Smoke, Skin Royale, The Legend of Green Boy, League of Dot 4, Chicken Pen Royale, Red Horse 2, Warcry Classic, Zombie with Us. Oj. Zombie with Us 2. Dead of Boy. Zifa Early Access. Erre. Bean Astronauts. Mr. De bazánk, miért ilyen egy perceket vagytok itt? Megbeszéltük. Mr. Assassin. Micsoda? Rald vagy Ralof? Helmet Guy? First Fantasy. A First Fantasy-t kell majd megvenni szerintem először. Oké, amit rendeltem. Srácok, vettem egy loudspeakert, nem? Ja, ott van! Az oda is került. Hoppá, akkor mehet a Zotify. Egyelőre ez elég szar. Kettő perceket maradnak, srácok. Szerintem baromi hideg van. Na jó, menjünk sorba. Ne, nagyon hideg van, nem maradnak itt. Mindenképpen kell fűtés.
Nézzek, elindítom. Pontokat? A pontokat kapom utánuk, igen. More money. Ez legalább már 12 dollár volt. Igen, a légkondicionálót meg kell vennünk. Ő bírta a hideget, vagy nagyon kellett neki a poresz? Nem, hogy nem maradnál, be sem mennél. Na jó, zárjunk be. Van 466-om. Nézzük meg, hogy mit lehet itt csinálni. Szóval, kawaii. Claw machine, coin drop, hitre... Oké, ezzel most még nem foglalkozunk. Crack. Welcome to Crack World. Join server for security is our IP constantly changing. Várjátok, lehúzom a rolót. Warcry Ops. Az appok megvoltak. Skin Case. 466. Mail. Nincs e-mailem. Bill. Nincs Bill. Kriptom nincs. Na nézzük a... Baszódj meg, hülye áram. Jó, igen, légkondit kellett volna először venni. A zene az akkor is szól, ha elmegy az áram. Ezt jó tudni. Az a baj, hogy valami ezer valahány száz volt, ha jól emlékszem. Sajnos, a légkondi. VR headset, TV, desk, painting, mousepad, mouse, monitor, lamp, keyboard, joystick, chain, fan. Mondjuk lehet, hogy azzal is megoldódik a probléma, nem? Mondjuk ez annyira nem fűt. Ó, van 499 ér is. Ó, nagyon jó. Srácok, van 499 ér. Ahhoz már akkor nem kell sok. Nincsenek számláim. Az előbb léptünk be a BIOS-be, és nem volt semmilyen számla. Miről beszélsz? Konkrétan az előbb nyitottam meg. Mennyi az idő? Ja, hogy reggel van. Vagy este? You cannot open the cafe because the door is closed. Vagy lehet, hogy kellene játékot generálni, letölteni a számítógépre, nem? Mert jelenleg csak letöltöttem a Steamet, de nincsen rajtuk játék. Tehát csak internetezni tudnak. Vagy konzolt venni, de gondolom a konzolra is kell játékot. Az értékeléseim borzasztó szarok. Konkrétan az, hogy hideg van. It's cold inside. No games. Zero games. No games. Life of an Eskimo. Lehet, hogy még most kellene újra kezdeni? Vagy innen hozzuk vissza?
Tehát, hogy akkor nem festjük ki négyszer a házat, hanem veszünk rögtön egy légkondit. Amíg nincsen... Na jó, kezdjünk most azonnal újat. Gyorsan. Gyorsan újat kezdünk, mert ennek nem lesz jó vége. New game. Start. Log all. Jó, tehát akkor nincsen kifestés. Nincsen kifestés, hanem azonnal légkondicionáló vásárlás és a számítógép darabok. A meleg és a játék a prioritás. Jó, Dezoxi, a kelleténél több információt osztottál meg magadról nekünk, de mi itt nagyon elfogadóak vagyunk. Tehát egy percig se aggódj. Meg nem verekedni kell mindenkivel, igen. Krappa holnap fog játszani a játékkal, majd ennyit viszont súgjatok neki, hogy a légkondicionáló az prió. Na, clean up. Főleg az Avidis meleg korszak után. Igen. Amúgy furcsálom, hogy az a korszak véget ért. Már senki nem akar felszedni engem a cseten. Ez Steam-es játék? Igen. Sőt, Steam van a játékon belül is. Igazod 2E-vel. Meg egérpadot se fogunk venni. Na, ez így nagyon jó. Turn on the power. Jó van. Azt mondja, hogy... Build. Yes, sir. Yes, we have a chair for you. You can sit down very comfortably here. Hát a second hand shopból nem hiszem, hogy jobban jövünk ki, de majd mindjárt megnézzük. $111 volt ott a számítógép, de az használt... Figyelj, hogyha még az innen rendelt dolog is kigyullad, akkor vajon mi lehet ott? Oké, okay. Computer case. Látod, 145 helyett 116 volt ott. Tehát, hogy az mindegy. Egy. Igen, azt beraktuk. Légkondit is veszünk azonnal. Arcade masinát nem, konzolt nem. Székem van, joystick van, keyboard jöhet. Lámpa most nem kell, monitor jöhet. Egér jöhet. Egér alátét nem kell, painting desk nem kell, VR nem kell. Jó. Ezeket megrendelem, és ez 967. Jó. És rögtön elkezdem letölteni a Steamet, és még játékot is szedünk le. Jó. Azt mondja, applikáció. Jó, ezeket szépen letölti. Aztán, mi az, ami nekünk még kellhet? Crypto bill, mail slot, skin slot, apps, nem, crack, kawaii. Nem kell semmi más. És maradt $1000, abból mondjuk egy loudspeakert veszünk. Mert a zene az gondolom fontos. Tipbox. Jó, veszek egy tipboxot, meg veszek egy old speakert. Aha, és akkor 1100-ért megnyílt majd a következő. Na, megjött a... Ott van a tipbox, nézd! Oda fogják rakni a pénzem.
Jó, megjött a teve. Úgyhogy lerakosgathatom a dolgokat. Sőt, tudod mit? Legyen ilyen ergonomikus. Ilyen oldalra nézős. Jó, keyboard. Na, szóval a keyboardot tedd le oda. Az nem tudjuk, hogy mi volt. Légkondi. Hát gondolom a légkondit azt tök mindegy, hogy hova teszem. Ó, automatikus. The air temperature is adjusted automatically. Ennyi. Oké. Okay. Hámítógép. Nem így. Attól félek én is, hogy egyszer valaki fölkapja a csomagot, azt lelép vele. Jó, és akkor egy egér. Szerintem teljesen mindegy, hogy hogy rakom le. Az, hogy nincsen rá hely, azt szerintem senkit nem fog érdekelni. Jó, és nyissunk ki. Jó, és akkor a Spotify-on bedobjuk a zenét. Nagyon gangsterbe. Ezért kell a hátizsák, persze. Jó, és akkor a Steamről töltsük le. Figyelj, szerintem először töltsük le a First Fantasy nevű játékot. Owned. Van egy játékunk, és 129 dollárom. Nem tudom, hogy hogy kell telepíteni a játékot. Nem lehet ráklikkelni, tehát már megvettem. Nyitva vagyok. Place the products and get the computer ready. Ó, a szék az nem jó. Nem volt elég közel. Amúgy meg szerintem ez a termométer az azért van itt, hogy belépés előtt, ugye miután elkérem a védettségi kártyát, még ráadásul meg is tudja mérni a hőmérsékletüket. Az apposon keresztül? Nézzük meg. Hol volt az? Várjál, computers, wallpaper, a change wallpaper, az meg volt. My Cafe. Igen, majd itt lehet egyébként 5.1-es speakert is szerezni. Vírus scanner, employees team. Na baszódj meg. Pont jött volna az első emberem, és elmegy az áram. Hát ezt nem hiszem el. A Craig de részben nem lenne okosba? Nem tudom. Ugye megnézzük. Figyeljetek, most elméletileg ez egy jó kezdés, ahogy összeraktuk. Applikációk. Nem. Elképzelhető, hogy az csak úgy ott van. Hogy az azonnal rajta van. ...25 fok van. Jó, ennyi kellett csak egyébként, hogy legyen egy légkondi. De bazd meg, ezt csak eldobni lehet, nem lehet lerakni. Akarunk inkább ehelyett egy ilyen chill kávézót? Tehát keressek valamilyen lounge muzsikás zenét? Mennyit fizetsz? 38 dollár, teljesen jó. Tippet nem akartál hagyni itt?
Hello! Jó napot kívánok! Várjál, le kell ütnöm a terroristát. Halló! Figyelj, figyelj, te maradhatsz. Te mit nézel? YouTube-on videót. Vírusírtót kéne nyomni minél előbb? De az van. Tehát már van vírusírtóm. Húzzam le a garázsajt? Az a baj, hogy a garázsajtót lehúzom, azzal bezárom a helyet. Mondjuk vele bezárnám. Mehet ez? Mindjárt kificzen a ditkó. Ezt nagyon sajnálom, hogy ezeket az eszközöket nem lehet ugyanúgy így lerakni, mint mondjuk a gépeket. Valami nem tetszik neki. Szerintem második körbe játékokat kell vennem. Tehát, hogy ne az legyen, hogy az a kritika, hogy nincs elég játék bent. Ott van megint a terrorista. De most nem jön. Csajszi nagyon bírja. Meg riasztó lehet a betörők ellen. Plusz időt kért? Nem tudom, hogy csipogott-e. $74, viccelsz? Tök jó. A tabba már $241 van, az azt jelenti, hogy már tudnék... Jó, hát a vírusírtó az lefutott. Már tudnék venni... Ja, hajnali kettő van. Akkor bezárjuk a kávézót. Lehúzzuk a rolót. És akkor megnézzük, hogy a rating... I do not suggest. Okay, there are games of the last quality, however, they don't open. Computers are shit, like shit. Jó, akkor megvesszük a Rush B szimulátort is. Lehet, hogy itt kellene egyébként parancsokat beírni? Mondjatok már egy parancsot. Mert a Steamen keresztül megvettük már a játékot, tehát a Rush B szimulátor is megvan, meg a Fantasy szimulátor. 5 napra $300 Guardot lehet majd venni. Cleaner. Bouncer. Meg maszkotot is lehet majd venni. Jó, hát azok még nem kellenek. Format C. IDDQD. Az electricity went off, de a zene megy tovább, ez jó. Jó, mindegy, el kell mennünk most aludni. Ja, nem erre van az ágyam. Nem tudom, hogy mit lehetne. Közben egyébként rágooglizhattok, hogyha... Figyelj! Tudod mit? Fizetek neki. Drop by me from the time we seem to get along with you. Now you can buy BTC miner tool. Jó, hát az még egyelőre nincs. Csak azért megyek haza, hogy mentsek egyet. Díra könyvtárakat listázza ki. Na jó, csak hogy ebbe a játékba is vajon úgy működik?
Ha letöltöd a játékot, automatikusan települ. Jó, ez oké. Okay. Jó, egy gyors mentés, és utána megyünk akkor vissza. Visszakapcsoltam az áramot, és ott hagytam a helyet. Hát... Igen, azt nem értem, hogy ilyen török helyen lakok. Már megint mit akarsz? Dude, there's a bum melding in our business. I will give you a favor if you beat him up for me. It says family on the man's t-shirt. Family on the man's t-shirt. He always wears a white tank top and bald. Oké, egy kopasz embert kell megvernem, akinek az van a pólójára írva, hogy nem tudom, na mindegy. Valakit meg kell verni. Mindjárt csak ki kell nyitnom a helyet. Beat the man in the white tank top. White tank top. És bald. Hát remélem nem az, mert az izmos. És kopasz. Csak közben meg itt kell maradnom, hogyha valaki bemegy, akkor tudjon dolgozni. White tank top and bald. Tudod mit? Megkeresem így. White tank top és bald. Igen, még egyelőre nem látom. Bazd meg, ő az? Igen, és family van ráírva a pólójára. Hátulról leütöm. Most ütni fog. Jó, most megint megvárjuk, amíg rúg. Bazd meg. Szarul állok. Jó! Sikerült. Sikerült. Megvagyunk. Talk to the beggar. Na megvan a quest. Beggar uram! $200 kaptam tőle! Jó, eddig jó. Ez plusz 200 dodó. Ezt tudjátok, mit jelent? Még egy játékot a Steamen. Toss a coin simulator. Ezt még megveszem. Aztán meg kell nézni, az a baj, hogy viszont ahhoz, hogy konzolt vegyek, ahhoz kellene asztal. Dominic Toretto. Igen. Ja, hát nyitva vagyok, de nem jön senki. Skillem, van 9 pontom. Megvesszük a mosolygást. Ott bomba van rajta! Láttátok, a mellkasán volt ott a bomba! Jött az ember. Na mi bajod van? Mi nem tetszik? Játszik! Jó van, játszik. Ó, bazd meg. Levettem véletlen. Automatikus. Mindjárt meleg lesz, nyugi. Arkádgépet vegyek? Ott van a family-s csávó. Gondolom naponta egyszer van küldetés a csövesnél. Jó, hát játszik. Jó, eddig jók vagyunk.
az ajtóban állok, elállom az utat előlük. Hát megállok itt a számítógépem mögött, mert akkor látom, hogy a tolvajsza... Bazd meg. Az fizetés nélkül akar elmenni. Jó, az... Visszaszereztem a pénzem. Oké, jött a következő ember. Jajaj! Várjál! Jaj, ne, bútolnom kell a gépemet, de miért? Ó, mert leállt a gép, az előbb nem volt alarm. Várjál, hölgyem, mindjárt indítom a számítógépedet. Approve. Ott van, jó. There are games of... I loved it! Nagyon jó. Most már végre kaptunk pozitív értékelést. Így, hogy vannak játékok. Attól az embertől kaptam pozitív értékelést, akit utána agyonvertem az úton. Végül is. Jó fej volt előtte, azt mondta, hogy rendben vagyunk. Jó, és van újabb 5 pontom. Majd később osztogatjuk el ezeket. Jó, ez nagyon fontos volt. A légkondi az must have volt. Az mindenképp kellett. Következő, amit veszünk, nem is tudom, hogy mi kellene, mert most ugye... Most vagy az van, hogy... Lehet, hogy jobb gépet kellene venni, vagy egy konzolt, vagy tényleg arkád gépet. Ha jól látom, akkor valami 16 óra van, tehát még tudunk nyitva lenni. De szerintem a... Az a baj, hogy a videójátékos izéhez is kell egy jó pár száz dollár, hogy egy asztalt is vegyek előtte. Viszont jó, mert sokáig van itt. Én a 39 mellett venném a 65 dolláros gépbe. Amúgy igen, tehát bitcoint is vehetünk. Igen, valami 300 körül volt a legolcsóbb asztal, tehát azért az egy jó pár vevő még. Vagy holnap egy quest. Jó, legyen arkád gép akkor. Na? Remélem nem akarsz kisétálni. Nekem így is jó. Itt fegyelem van, kilép fizetés nélkül, vágom is tarkon. Majd ilyen baseball ütős standot is kell csinálnom. Kellene egy óra, amin jobban látom, hogy mennyi az idő, mint hogy mindig leülök a géphez. Nézzük meg akkor az arkád gépet az Amazonon. Ó, mondjuk van egy ilyen game arcade machine 325 ér. Tehát tudunk venni csóró arkád gépet is 325 ér. Szevasz, uram! Téged is tarkon váglak a baseball ütővel, hogyha nem fizetsz. Mit nézel? YouTube videókat. Defender legyen az OP? 12 ponton van, 29 a tipbox, 35 a mosolygás. Allows you to throw harder punches. Jó, erősebb ütések.
Nagyon jó vagy, haver. Ez remek. Na, hát most már láttátok, hogy mit csinál a terrorista. Fölrobbantotta még a vevőmet is. Hál' Istennek az eszközök nem mennek tönkre, csak újra le kell rakni. Ezek a terroristák, ezeket kell leütni. Na már jön is. Ő nagyon boldog. Akit lehet, azt mindenféleképpen... leütjük itt kint. Újból venni mindent? Át, azt nem is lehetne. Tehát az azonnal megölni a gépet, gémet. Most már erősebbeket ütök. Fontos egyébként arra is tenni, mert elég sokszor van az, hogy kisétálnak, és hogyha fightra kerül a sor, akkor viszont problémás. De legalább a tipboxom megvan, tehát hogy adhatnának oda. A Trump egyik ember. Igen. Azt nem tudom egyébként, hogy Trump itt miért zöld. Amúgy lehet, hogy jó, mondjuk, hogyha arkád gépet veszek, akkor több ember tud bejönni. De azt is figyelembe kéne venni, hogy ugye bitcoin bányászó gépet is kellene csinálni. Mert hogyha a kriptót elkezdjük mi is bányászni, akkor az is plusz pénz. Maszkosok meg lopnak? Aha... Én being searched? De bazd meg, biztos úr! Hát a faszomat search-öli! You have been fined for... Mit írt ki? Miért büntettek meg? Miért büntetett meg a rendőr, srácok? Mit írt ki? Mivel nem álltál meg neki. Jó, hát azzal együtt tudok élni. És nézzük, itt tárolom a saját cuccaimat. Hajnali 4 óra van. Akkor bezárhatunk. Lehúzom a redőnyt, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. 247 dolláron van. Az még semmire nem elég. Computers infected with viruses. De elméletileg a vírusírtó lefutott. Nem is volt vírus. Na mindegy. Oké, nézzük meg, hogy mivel tudok pénzt szerezni, mondjuk alvás helyett. Van számlám. Jó. Ez a police. Slotozni kell? Buy free spin. Mi az, hogy free spin 2000 dollár? Na hát én nem is... Srácok, én nem vagyok otthon a slotozásban. Nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Mi van a crackbe? Welcome to crack world. New IP. Join server for security reasons. Ez nem tudom, hogy mire vonatkozik. Hát kipróbálhatjuk, hogy milyen a slot, de nem tudom, az milyen. Spin.
$2.5 nyerek, úgyhogy $10 költök rá. Ez a slot. Jó, mi van a kriptóba? Bitcoin exchange portfólió, sell all, sell, buy. Jó, hát ezt még ugye nem tudjuk, mert nincsen kriptógépem. Jó, mindegy, 300 pénzt össze kell szedni. Most ez mit jelent, hogy reggel 9 van? Igen, tudom, hogy csomó pénzt vesztettünk, egy párat elpörgettem, hogy megnézzük, hogy milyen, de hát... Olyan, mint bármilyen más slot. Jó, arra leszek kíváncsi, hogy ma új nap van, tehát a csövi az nem akar új questet adni? Ahogy látom, nem. Ők lopnak? Őt is kiütöm. Na! Új ember. Ők a lopósok, jó. Ez működik, ugye? F. Autó, jó. Ott jön a family-s csávó. Ja, hát később mindenféleképpen föl kell venni embert, aki... Guard meg... Na? Köszönöm szépen a $16. De azt mondta az elején, hogy random találok küldiket, tehát elképzelhető, hogy más lesz. Ha? Szevasz. Nincs szükségünk itt terroristákra. Na, bejössz? Azaz. Nagyon jó. $191 pénz. Hát ő is csak fél órát akar. A csövi az nem mutat most questet. Tehát... Biztos úr? Várjál, extending. 3 órára? Persze! Én csak örülök neki, hogyha maradsz. Ez sem fog fizetni? Hát, akkor baseball ütővel neki megyek. Már 9 ponton van, 25 kell a punchra. 29, 35... Még ahhoz kellenek vásárlók. Én mindenképpen azt kell növelni, hogy egyszerre többen tudjanak bent lenni. Tehát az arkád gép az azért nem egy rossz ötlet. Mert gondolom az plusz egy ember, aki be tud jönni. Igen, kint kell házalni, én is így gondolom. Most érted, az a baj, hogy a rendőrnek az előbb egyébként azért nem álltam meg, mert közben fájtoltam. Nagyon szeretnek futni ebbe a városba. Egészségesen élnek a városba. Mindaz a 6 féle ember, aki le van generálva. Igazatok volt, hogy ő nem akart fizetni. Na, Teletubby! Hát neked meleged lesz itt bent szerintem, abban a ruhába. Hogy kiszúrtam azt a tolvajt? Osonkodni próbált. Amúgy tényleg itt kell kint állni.
Abból a rendőr semmit nem látott. A Teletubby az csak fizet, nem? Ő jó embernek tűnik. Hello! Oké. Okay. Azt a kurva! A 100 HP-ról lefejelt nullára? Vagy nem volt maxon a HP-m? Kritet fejelt rám, ja. Uram? Készen állok egy jó motozásra. Nem motozunk? Nem motozunk, akkor jó van. Ez egy zidánosan lefejelt. Isten, tényleg. Lehet, hogy az arkád gépre már nem sokára meg lesz a pénz. 12. Azt lenne jó tudni, hogy mitől függ, hogy lesz áramszünet. Ha? Tabi? Kifele sétálsz? Akkor mennyi gyorsabban. Ha szerencsétlen még ki se lépett, de már hátba vertem. És ő megint maszkos, ugye? Hopp, most ment el az áram. A tipbox az csak akkor működik, ha megvan a skill. Valószínűleg igen. Az itt van, tehát az még 29 pont. Nem lehet valahogy megnézni amúgy az időt, amikor csak így vagyok? 3.44-en van. Hol láthatom az időt? A skillnél? Ne, hát csak a számítógépen gondolom. 17 óra 56. Akkor még van idő, hogy jöjjenek vendégek. Itt vagyok. Nincsen nálam semmi, biztos úr. Nincsenek is illegális dolgok a játékban. Nem tudom, hogy mit keres nálam egyébként egy rendőr. Nagyon helyes. Látjátok? Maszkba jött be az internet kávézóba. Mondjuk nem szeretném ezt a nőt leütni, úgyhogy remélem, hogy fizetni fog. Megvan már az árkádra a pénz? Igen? Megvárjuk, míg ő elmegy, és akkor meg is vesszük, vagy vegyük meg közben. $3.25, valóban. Van 2.75 ér is. Was delivered. 5 pieces? Ja, az nem az. Jó, hú, bazd meg. Jó. 2.75 ér megvettük. És most akkor várjuk a Zamazort, hogy kiszállítsa. Csajci, fizes, kérlek! Köszönöm. $56. Viszontlátásra. 21 pont, 29 a tipbox. Az a baj, hogy annyira triggerel, hogy nincsen se normális padlóm. Még a falra azt mondom, hogy az nem vészes, de padlót kéne venni, csak az is 200 dodó. És először mások a priók.
Általában máshogy szokott ez lenni. Igen, ez olyan, mint amikor visszafel. Hello, Mr. Croupier! Bocsánat. Csak itt van valaki, akit le kellett ütnöm. Megjött a Jó, várj, adok hozzáférést a csávónak. Limitless. Az jó. Na megjött a Camel Prime. Az igen, az szolid. Nagyon vad! És lehet is rajta játszani? Press E to take. De remélem mások tudnak rajta játszani. Egy sorral több a zöld rész. Tényleg! Szép. Asdelár, megdicsérlek. Nem akar jönni senki egyébként. Van egy tök jó arkád gépem. Haló, emberek? Lehet be kéne kapcsolni valahogy? De hát... Csak take item van. Ja, már nem jön new customer. Mert már hajnali 3 óra van. Was a shitty place. Super internet café for 8-bit games. Computers infected with viruses. Kellett bedugnom a gépet se a konnektorba. Válts csak zenét? Én nem is tudom, hogy így automatikusan van. Ja, konkrétan ez a négy zene. Ez az 1, 2, 3, 4, 5 zene van. Lejjebb lehet venni a hangot, és akkor kevésbé zavar. Baszki! Ezért nem fog fizetni. De! $106?! Barátom, bármikor jöhetsz. Jó, lezárjuk a helyet, mert úgyis éjszaka van. Szia, Miucsi! Jobbulást! Na, figyeljetek! Start scan. Akkor ezt futtassuk le este. Ez teljesen jó. Reggel 6 óra van amúgy. 232 dodóm van. Mi az, ami kellene most? If more beautiful girls come, I will increase the score. Oké. Mi az, ami előrébb vinne minket? Az a baj, hogyha konzolt veszek, ahhoz kell asztal, tévé, meg minden. Tehát most valószínűleg azzal tudnánk előrelépni, hogyha az első asztalt pluszba megvenném, nem? Vagy több Steam-es játék? Szerintem kellene az, hogy több ember jöjjön be. 400, 500, 300... 400, 700... 320-ba kerül ez a lenti. 328... 320 a legolcsóbb asztal. $320 a legolcsóbb asztal, tehát annál lejjebb nem tudok menni.
Mi van a My Café-ba? A nagyobb helyhez automatic sliding door. Igen, még hely az 800 pénz. De szerintem még ez a helyem, tehát hogy ez a helyem sincsen kihasználva teljesen, tehát hogy még asztal kell. Adjam oda az én asztalom meg a gépemet. De azt nem lehet, mert ez az én interfészem, tehát itt nincs más. Jó, ahogy látom, a csövitől nem kapunk új questet. Mondanám, hogy szívesen körbe mennék a városba, megnézni, hogy van-e valahol quest, de amíg lehetek nyitva, addig nyitva kéne lenni, és nagyon morcos leszek, hogyha ahhoz az arkád géphez nem áll oda senki. Ja, ha körbe megyek, akkor persze, akkor bezárok. Akkor rohadt morcos leszek, hogyha semmit nem termel nekünk pluszba az arkád masina. Félek attól, hogy a... Jó van. Én felőlem megmotozhatsz. Tessék. Boldog vagy? Megmotoztál, azt nem találtál semmit. Terrorista? Ő szerintem nem fog fizetni. Én fölkészülök. Írjuk be a crack IP-t? Jó. De azt majd akkor, hogyha be vagyunk zárva. Ha elkezdek ott crackelgetni, akkor nem fog fizetni. Hát egyelőre nem akar senki bejönni ahhoz az arkád géphez. Nagyon embert se látok, aki úgy közlekedne a városba, hogy... Na, te mit akarsz? Ó! Oh! 20 dollárt be is dobott! Na, oké. Okay. Figyelj! Még egy 20 ember, aki bejön az arkád géphez, és jók vagyunk. Csak szemetelnek. És jó, mert az arkád géphez, ha bejön, akkor nem is kell kifele figyelnem rá, hogy fizetem, mert az azonnali pénz. Jó, én adom. 24 pontom van, és a tipbox az 29. Elmegy ez, nagyon jó, ő is fut be arkád gépezni. Áj, hát te fizetés nélkül akarsz távozni, ahogy látom. Akartál. Jó, mert az arkád masinához ezek szerint nem kell áram. Ugyanúgy, ahogy ez a zenéhez se. Csak arkád gépeket nem lehet lerakni, mert az az egyik quest, hogy pakoljak le egy állomást. Figyelj! Én azt mondom, hogy az arkád gép az megy. Már 394-en van. Nem sokára meg lesz a pénzem az asztalra. Igen, elemes az arkád masina. Gondolom, hogyha minél drágább masinát veszek, annál több. Még mindig nem elég, mert csak 28 pontom van. A friend of mine saw me coming out of here, I was dying of shame. Ne! Kurva anya!
Na most érted, ezt hogy lehet megakadályozni, amikor beszáguldozik? Sliding doors? Lehet, hogy az lesz, igen. Hát, vagy a guard. Nem boldog. I was dying of shame. Amúgy nem tudom, hogy miről beszéltet, annyira szerintem nem gáz. Az a baj, hogy ezeket hiába ütöm. Jó van, gyere, motozzál. Én bemennék-e? Hát, hogyha ilyen helyen laknék, tyap-tyap. Már 417 van. Jó, nincsen semmi számlám. Tehát ha ilyen helyen laknék, akkor ez egy mennyei hely lenne. Szerintem. Ő maszkos. De ő nem lopott múltkor. És ő fizet, nézd meg. $59. Király. Na, ő Big Man is. Á, de sajnos csak oda sétál. Szerintem rendelhetnénk egy asztalt. Vagy majd azt egyszerre kellene, amikor már megvan minden. Ilyen csajokkal a környéken. Jó, van tipbox. Tipbox? Kifele menet? Semmi, pedig már mosolygás skillem is megvan. Ó, extended. Persze. Futtassunk egy vírus keresést. Lejjebb halkítom a zenét, mert tudom, hogy ez a izé minimál techno, ami itt van, ez nem a legjobb. Vagy vegyünk még slot gépet? Vegyünk egyel drágább slot masinát még? Mármint ilyen arkád gépet? Lehet, hogy az kellene. Az mi? Egy 20-as rögtön fizetett ő is. Ez fix bevétel, szerinted igen. Aha. Jó. Akkor rámegyünk egyelőre az arkád gépekre. Ó, és ő is fizet. $80. Teljesen jó. Több gép, több lé. Igen, igazából bármit veszünk, minden pozitív, mindenből jól jövünk ki. Mindenféleképpen több ember fog bejárni. Azt, hogy ide beáll mögé, az senkit nem zavar, nem?
Két órára? Gyere, barátom. Most már nem fog új ember jönni, mert egy óra elmúlt. Hát ez biztos, hogy bezárunk még mielőtt bármit csinálunk, meg előtte körbe akarok majd sétálni ma. Hát ott, hogy jönnek oda. Jó ez. Tolvaj? Milyen tolvaj? Nincs tolvaj. Nincs semmilyen tolvaj. Hogy került oda még egy? Most takarítottam föl. Jó, hogyha ő elmegy, akkor utána bezárunk, és akkor veszünk egy új gépet. Ugyanannyira kaotikus, mint a Gas Station Simulator. Az eleje mindenféleképpen, amikor már tudok majd venni embereket, vagy hát fölbérelni embereket, olyat, aki takarít, olyat, aki gárd, az teljesen jó. Na? Fizet. Nagyon jó. Ó! Oh! És még $2 tippet is adott. Nagyon szuper. Jó, bezárunk, és akkor körbesétálunk. Hát valahol jelent meg quest. Ott Trump egy kicsit fekvő támaszozott. $100 tudnék menni egyébként a strip clubba. Meg itt tudunk venni extra dolgokat, mint hátizsák. Konzolt vehetek 216-ért. 80-ért joystickot. LCD monitorok. Mentsünk egyet akkor. Direkt nem sokat használtam még a fatestápolót. Be vagyok el... Ne, hát ez a padló az borzalmas állapotban van. $200, igazából $600 ki lehetne pimpelni a házikót azzal, hogy padló, plafon, meg falfestés. De ahhoz egy kicsivel több pénzre lenne szükség. Tudod, mi van a második emeleten? One hour free. Ja, hogy itt egy másik internet kávézó van alattam. Azt a kurva. Aha. Hát a konkurencia. Hát igen. Hát ez egy kicsit jobb állapotban van, mint az enyém. Rohadjon meg. Hát én is inkább ide jönnék. Rohadék. Francba? Nézzünk egy újabb arkád masinát. Azt mondja, hogy vissza. Zamazor. Hello friend, I heard that the electricity is constantly turning off. These bastards are... Várjál! Pay. Hát ez kifejezte basszeg alula! Kifejezte alula a széket! Hát ez kurva jó! Oké,
segítsetek nekem, srácok, a csövesnek mit fizettem most? Fizettem neki $200 valamire. Az, hogy soha nem fog elmenni az áram? Azt fizettem neki? Nem tudtam végigolvasni, mert gyorsan ki akartam lépni a tolvaj miatt. 300-at fizettem neki? Nem az volt, hogy P200? +17, -46, -35, +25, -38. Hát ez most egyelőre még sok ember kell. Cigire adtam neki, de nem az volt, hogy valami electricity turning off. Odáig eljutottam az olvasásba. Mi, büdös van, vagy mi a bajod? Ó, igen, büdös van. Aha, a sprét is kell ám majd venni. +512 van. 200-at és igen, hogy ne nyomják le az áramot. Köszönöm, ACM. Én is így gondoltam. A 200-at azt még láttam is, de nem biztos, hogy nem voltam benne biztos, hogy azt tényleg arra adtam neki. Az igen. Azt figyeljétek, hogy nézelődik. Ő szerintem gyanús. Hogy lehet büdös, ha egész nap szellőzik? Hát úgy, hogy bent cigizik a csávó. $82, viccelsz? És még tippet is adott. $9 volt a tipboxba. Na, van 600-am. Na figyeljetek, akkor menjünk vissza az Amazonra. És akkor nézzük csak az arkád masinát. Tehát a 275-ös van meg. Szerintem szépen kellene fölfele haladni. Tehát a 312-eset venni. Menjünk szépen sorjába. Az mi... Búspicsába. Na, ha valami hülyeség a játékba, akkor szerintem az ez a berohanó terrorista. Na, ez szerintem fasság. Mit szóltok hozzá, hogyha a 275-ös után az egy csillagos? Vegyünk másfél csillagosat, vagy mivel van 600-am, ezért vegyük meg a 3 csillagosat, ami 615. Még akkor lehet, hogy nagyobbat kéne ugrani, hogy akkor már a 3 csillagosra. Jó, akkor megvesszük a 615-öset. Jó, mondjuk nem muszáj, igazatok van, nem muszáj egyébként így egyesével ugrálni. Tehát, hogyha van pénzünk, akkor megvesszük azt. Hát, ha minél hamarabb több zsetont kapunk belőle. Jó, igazatok van, meggyőztetek. Ja, ez a terroristás dolog, ez remélem hamar megállítható lesz valami biztonsági intézkedéssel. Meg amúgy tudok olyat csinálni, srácok, hogy állítok az áron. Nyilván ilyen trágya PC-nél nem szabad állítani az áron. Jó, jegyezzük meg, hogy a legkisebb gép az $20 termel használatonként. Hol a tehén? Tehén? Teve. Hú, bazd meg, ebbe nem kellett volna belekötni.
Vegyük ki azt a nyerőgépet. Ó, de jó, és ez kevesebb helyet is foglal. Király. Hát mondjuk az sem néz ki túl jól. Ilyen full rozsdás fos. Nem lehet letakarítani? Nem. Na nézzük! Jó, még ahhoz állod a 20 dollárért. $56 fizetett. Bence, nagyon szépen köszönöm a 4. hónapot. Köszi a támogatást. Jöhetne már egy ember, hogy lássuk, hogy mennyit termel a nagy gép. Amúgy azokon is lehetne állítani? Azokon nem. Empty, wallpaper, order, request. Na nézzük. 35? Az képest gondolom, hogy háromszor annyiba került. Szerintem ahhoz képest, hogy mennyibe került a 35, az annyira nem jó. Mit gondoltok? Tehát a másfél csillag helyett ez a cucc, ez 3 csillagos. És 20 dollár helyett 35 dollárt fizetnek használatonként. Asztali gépet kell venni, nem veszünk több arkád masinát. Nem, a következő az az lesz, hogy veszünk egy asztalt, és összerakunk egy új gépet rá. Nézd meg a baseball ütőd. Jó, az még... 20 ember után már haszonnal dolgozik. Jó, igazad van, csak nagyobb ugrást vártam volna egy vagy fél csillaghoz képest 3 csillagosnál. Mint hogy 20 helyett 35. Ajaj! Maga hogy szeretne távozni? Így. Harmincnégy ponton van. Enemies have a hard time understanding where the punches are coming from. 46-35. Nem, akkor a boxing. 41 a következő punch, és 38, hogy többet bírjak. Azt mondták, hogy büdös van. Na, ez lesz a következő, amit vennem kell, a spray. Joda, nagyon szépen köszönöm, az édesanyámnak ajándékozott 6 hónapnyi szubot. Nagyon rendes tőled, nagyon szépen köszönöm. Mennyi pénzünk van? 269. Ja, hát most költöttem el mindenemet a izére. $13 fizetett. Jó, most már nem fognak többen jönni. Hát egy óra van. Na, gondoljuk át az életünket. Hogy mire is lenne tényleg szükség. Én itt a My Café-nál nagyon gondolkodom azon, hogy a Bojamánál azt egyelőre hagyjuk, hogy
átfestjük a helyet. Az legyen most akkor kivételesen, bár tudom, hogy ez tőlem furcsa lehet hallani, de ez lesz az utolsó, először valami alapot kell összeraknunk. Automatic sliding door. Ez gondolom arra kell, hogy megállítsa a terroristát? Mert az 1260 pénz. Hotdog kártot egyelőre hagyjuk, és a loudspeakert is. Viszont van burglar alarm, 490 ér, meg van egy POS device. Mi az a POS device? Ó, kártyás fizetés! Ó, tehát, hogy nem kell tőlük elvennem a pénzt, hanem oké, az sem rossz. De lehet, hogy az automatic door lenne a legfontosabb. Mert helyet még nem akarok venni 800 ér. Szerintem az még nem kell, mert még bőven ezt is ki tudjuk használni. Szia, ACM. Szerintem az rendben van. Because of the viruses, the computer is laggy. Jó. Mennyi lenne amúgy egy viszonylag használható gép összerakása? Most ez egy csillagos gép, másfél, kettő, kettő és fél, három. A három csillagos gép az 870, a fat computer kéz. Mert hogyha ez egy csillagról kettőre megyünk 420 ér, már az is szerintem egy jó váltás lenne. Lehet, hogy ez lesz a következő. Tehát 420 a kompjúter, a szék, hát ez a fél csillagról fölmegyünk kettőre. Ja, összerakunk egy két csillagos setupot. Jó? 420, meg 285, meg 389, meg 350, meg 190, meg 328. Ezeket remélem mind összeadtátok, vagy 320-tök mindegy, basic, de ez VR table, ez nem, tehát 328. Jó, remélem ezeket mind összeadtátok, és akkor ennyi pénzt kell szereznünk. Oké. 1962 dollárig akkor most várunk. És utána egybe összevásárolunk egy szép két csillagos setupot. Az plusz egy asztal. És szerintem így fogunk haladni, hogy egy két csillagos setup, aztán a következő teljes setup majd egy, mit tudom én, három csillagos lesz. És így tovább. Mikor jönnek az újak? Aha, 9-kor nyit a dolog. Eladni a fél csillagosat? Na látod, azt nem tudom. Ja, ez csak a 20 dolláros izéért jött. Jó, nem baj. Szépen meg lesz így a pénz. Kukában nem lehet amúgy rejtett kincsekre bukkanni? Én úgy jöttem észre, hogy sehol semmivel nem lehet interaktálni a városba. Tehát, hogy így van a te helyed, aztán hello. Ezt leírom csak még egyszer. Én azt vettem észre, hogy négy állandó probléma van. Terroristák, tolvajok, vírusok a gépeken és a hely minősége, szaktisztaság. Abszolút igazad van. Ezekkel kell foglalkozni. Terroristával nagyon nem tudok mit csinálni, tehát hogy igazából azt nem is veszem észre időbe, tehát az amikor már beszalad, akkor már úgyis mindegy, akkor már robban minden, és újra el kell helyezni. A tolvajt azt észreveszed, azt csak le kell ütni, azok viszonylag lassúak, tehát hogy ez teljesen rendben van. A tisztaság az oké, mert így takarítgatsz. A szaghoz vásárolni kell ugye a sprét, az kelleni fog, mert az el fog fogyni lassan. 26.
Tehát ezt vedd észre időbe, bazd meg. Tehát ezt nem tudom, hogy hogy gondolják komolyan. Tehát, hogy nem. Tehát ezt egyszerűen nem fogom megérteni. Ez nem. Tehát ami megakadályozza azt, hogy ez történjen, azt azonnal meg kell venni. Ehhez kell majd a gárd. Csak az a baj, hogy a gárd az ilyen napi díjas. Nagyon lassan lehet fejlődni. Ja. De amúgy nem. Annyira nem lassú. Tehát, hogy egész, tehát most érted, már van két gépem. Hogyha a két arcade gépet nem vettem volna meg, akkor már lenne plusz egy setup. Szóval annyira azért nem lassú. Azért rendes, hogy fizettél $2. Az a baj, hogy ez a szagos dolog, nem tudom, hogy mennyibe kerül a spré. Ó, várjál, mert ez meg közben... Figyeljetek, tehát már 497 pénzünk van. És szerintem gyorsan jön. Jó, most nyilván nem arra gondolok, hogy azonnal a 10 000-es gépeket fogod megvenni, de szerintem, hogyha itt szépen halad az ember, lerakom a 2 csillagos setupot, az majd még többet fog termelni, gondolom. Szerintem jó. Ezt is szépen futtatgatom. Send a private message, I know a better place. Jó, szerintem ezekkel első körben nem fogunk foglalkozni, ezekkel a ratingekkel. Az employee-knél mondjuk meg lehetne nézni azt. It can protect your shop from all kinds of attack. Neutralize your enemies with a very fast reaction. 5 napra $300 vehetem fel a gárdat, és valószínűleg az véd meg minket. The nightmare of thieves and non-paying customers. Aha, tehát akkor ez meg a bouncer, az pedig a tolvajok és a nem fizető emberekre van. It grabs the attention of your potential customers, but probably of getting more customers. Az egyelőre nem kell, mert annyira nem nagy a hely, hogy ez probléma legyen. Amúgy tényleg az milyen király lenne, hogyha a konkurenciától lehetne szerezni cuccokat. Okosba. A punch az 41, 38 a body, 35 az már a kurvanyját. Kurva életbe.
Itt ez most komoly. Azért faszom, működhetne úgy, hogy ne három embert üssek meg egyszerre. Tökre örülök neki, hogy most azért buktam a pénzt, mert egy másik embert is megütött. Na jó, mindegy. Rohagy meg. 29 pont. Szerintem a 38-as buddy-t kell majd kirakni. A tegnapi játék tetszett nektek? Na, örülök neki. Ja, jót szórakoztam én is. Jó volt pihével az a kóp. Kíváncsi leszek, hogy január 13 után, hogyha eltűnik majd belőle a hó, akkor milyen lesz. Na, azért azt a 25 dollárt azt visszavettem. $647. És van 32 pontom. It allows you to throw harder punches. Szerintem... Lehet, hogy a mosolygás kellene. More positive Aha. A izé az nem is számít, az arkád masina. Ó, annak a használata nem számít a skilljeimbe. Ó, tehát akkor csak a számítógéphez, ha leülnek. Na jó, most kérdés igazából az, srácok, hogy akarnátok-e azt, hogy holnap ezt folytassuk, és vasárnap legyen Witcher, vagy legyen holnap Witcher, és vasárnap folytassuk ezt. $35, már 700. Jöjjön, uram, nincs nálam semmi, nyugodtan megmotozhat. Azért kérdezem, mert holnap Krappa is ezzel fog játszani, és akkor holnap tudnátok ezt Krappánál nézni, akit ez jobban érdekel mondjuk, mint a Witcher, és akkor mi megjátszunk ezzel vasárnap. És akkor ilyen nagyon, nagyon kooperálós módon. Na, nem kell illusion ilyesmi most. Ebben a játékban is van maszk. Dehogy nem, volt, aki maszkba jött be. Ja, az arkád masina nem ad nekem talent pontot. Ott a 35, ott a 20. Legalább a felmosás ez nem kerül pénzbe. DS nincs-e opcióba hétvégén? Ne, de az a baj, hogy nagyon szeretnék a DS-sel is játszani. De azt lehet, hogy hétfőre átdobjuk. És akkor hétfői stream az Dark Souls, akkor ölünk Nameless Kinget, meg haladunk tovább. Ó, de jó, már nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára fizető vendéget. Köszönöm szépen. Még tippet is ad. Köszönöm szépen a másik $2. Akkor megtanulok mosolyogni. Thanks to your tough appearance, the number of customers running away without paying is reduced. Hoppá, 110 pont ér. Kevesebben mennek el fizetés nélkül.
Nice. Nem jön már újabb vevő, úgyhogy lehúzhatjuk a rolót. És van 836 dollárom. It smells dirty. Jó, sajnos most kell költenünk egy kis pénzt. Mindenféleképpen kellene vennem sprét. Konkrétan elfogyott a sprém. És most már az trash. Amit tudod... Na, azt nem mond nekem. Jó, hát akkor ezt kiviszem és kint eldobom. Hogy vigyem magammal? Jó, hol volt a bolt? Hol volt a bolt, amiben vásárolni lehetett? Second hand shop volt az. Egy plusz baseball ütő is jó lenne. Hát lehet. Oké, el lehetett adni 9 dollárért, és 15-ért veszem. Ó, akkor az így nem is rossz. Oké, de... Aha. Ez press to take. Ó, oh, csak egy fér el a kezembe. Kell egy hátizsák ehhez. Use iMom. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Üdv köztünk. Szia, szia. Egyszerre csak egy dolgot tudok elhozni, mert nincs hátizsákom. Nem, inkább visszahozom majd őket ide, mert itt akkor szimplán el is tudom neki adni az elhasználtat. Ez, hogy nem tudom lerakni asztalra normálisan, ez nonsense. Jó, tehát 15 dollárért veszem, 9 egész valamennyiért adom el, tehát akkor a spré az nem probléma. A baseball ütőt azt 40-ért veszem, tehát az nem olcsó. This item not suitable here. Aha. Mennyi volt a legolcsóbb táska? 475, 1000, 3000. Úristen. Jó, ez a VR szemüveg. Hál' Istennek ki nem gyulladtunk még. Empty disk, az nem tudom, hogy mire kell. Press E to sell second hand items. Hogyha a baseball ütőt nem is, de ha lesz táskám és otthon belepakolok, akkor itt egyszerre több dolgot is el tudok majd adni. És valószínűleg a régi gépeket is nála lehet. Igen, abszolút. A baseball ütőt nyilván nem, mert az eltörik, amint vége. Jó, de ez például gyorsan fogy is. A régi baseball ütőt nem tudom eladni, mert azt amint elhasználódik, eltörik. Tehát az konkrétan eltűnt a kezemből, miközben fájtoltam, tehát az ripityára tört. Pont mielőtt eltörne? Nye, hát amúgy lehet ezzel mókolni. Ez a százas... Ebben még azért van szufla. De alvás után lenne új küldi. Én nekem nem is azt tűnt föl, hogy alvás után volt küldi, hanem így random volt az, hogy alvás után jött-e, vagy a következő napon jött, vagy az azt követő napon. Most 3 ponton van. A fizikálba 38-41, a kávézóba 46-110. Tehát most egy jó darabig nem veszünk akkor. Mondom, mindenféleképpen az kell, hogy az a második asztal meg legyen építve. Mert azzal tud jönni egyszerre több pénz. És több skill pont is.
Alig várom, hogy normálisan nézzen ki a hely. Tehát ahhoz szerintem, hogy megérje mondjuk lerakni, vagy felbérelni a verő embert, ahhoz egy olyan cash flow kellene, hogy mondjuk legalább másfélszer vagy kétszer annyit termeljek ki az alatt az X nap alatt, mint amennyibe ő kerül. Mert akkor nem az van, hogy csak viszi el a pénzt, hanem bőven termelek pluszt is. Na most jelenleg egy nap alatt, hát nem túlságosan sok pénz jön be, mert egy ember tud leülni, abban mondjuk rotálódnak egy kicsit, de annyira nem sokan. Szia Depression, hello. De én is szeretnék olyan szép nagy internetkávézót, mint a... Hoppá. Kurva életbe. Megoldottuk. Nyugalom. 60-ba kerül naponta a gárd. Hát igen, és mondjuk... Ha két ember leül... Vagy mondjuk akár leül három ember egy nap a géphez, akkor már jó vagyok. Még igazából jönnek be a masinákhoz is. Hát, hogy akkor az már egyébként most is megérné. Egy nap alatt csak az arkád megtermeli. Jó, akkor legyen majd az, hogy az emberkét vesszük föl, amint megépítettük a második állomást. Engem ez nagyon triggerel. Ez, hogy a saját cuccaimat nem tudom lerakni az asztalra, szerintem az nagyon rossz. És hogyha megnézem... Nem, mert calculate van és throw. Ez a legrosszabb a játékba. ...982-nél tartunk. Még kell egy ezres. Most ez ki fizette, csak nem spónolt fel a pénzem? 1066 végül is, akkor elfeljött. Elég csak egyszer megütni, és utána visszajön. Igen. Tehát, ez még a legegyszerűbb szerintem, a thief. Ma szemből nem is tudom megütni, csak hátulról, és fixen egy hitelem. Mennyi lenne az új gép? 2000-et számoltak a srácok. 1980 valamennyit kell összeszedni, és akkor asztalostól, székestől, klaviatúrástól, mindenestől egy 2 csillagos setupot rakunk össze. Mondjuk az arkád masinát, mondjuk nem tudom, hogy mennyiért lehet eladni second hand shopba, de a kicsit azt el lehetne adni. Ja, a 2K-t meg fogjuk várni, tehát most azon már nem múlik. Az plusz egy-két ember, amik beszaladnak, hogy 1900 vagy 2000.
Hogyha megvan a második asztal, még szerintem akkor sem feltétlen kell nagyobbítani a helyet, mert még egy harmadik, tehát hogy ide elfér mellé még egy kényelmesen. Még akár egy harmadikat is be lehet szuszakolni a gépek mellé, és majd utána kell szerintem csak a helyet növelni. A gépbe dobják be. Sanyi, hogyha megnézed, az arkád gép azért jó, mert abban a pillanatban termel pénzt, hogy odaállnak mellé, tehát abba be kell dobniuk a pénzt, hogy használják. Nem lehet venni eszköztárolót? Nem láttam olyat. Hát ott rögtön beírta, hogy 35% extra. Vagy mint $35. Kérlek, mondd, hogy akarsz fizetni? Igen, nem akartalak volna. Hát ott, ez eltört az a baseball ütő. Baszd meg, erre egy random embert lekúrtam. Hogy örülnek? Jó, mondjuk attól nem vártam pénzt. Limitless access. Ennyit arról, hogy eladjuk a baseball ütőt eltörés előtt. Ja jó, azt hittem, hogy a számítógépes szaladt ki. 15 pontom van. Hát jelölhetni a játék, hogy épp melyik embert ütöm, ezzel abszolút egyetértek, tehát az nagyon rossz, hogy azt nem mutatja. $1,339, azért haladunk. Uram, atyám, jó gettó egy kávézó. Majd lesz jobb is. Rendben van, uram. Betolt a sarokba, Mr. Sűn. Szennyi volt. A pénzemet nem látjátok a facecam-től. De, látod, nézd, itt van pont. 1339. Kéne egy slot gép. Nem kell slot gép. Most a setupot kell összeraknunk. Nem szabad most slot masinára költeni. Meg amúgy nincs is slot masina, csak arkád gép. Én tudok slotozni, de annak semmi értelme nincsen. Kicsit nyilván a Gas Station szimulátorra lehet asszociálni. Ez egy helyen több minden. Tehát itt igazából inkább arról van szó, hogy... ide jó, hogy fizetsz. $80, király. Itt inkább arról van szó, hogy egy adott helyen belül csinálsz mindent. Most ezt lehúztuk, addig egy kicsit nézzünk körbe. Szkenneljük a gépeket vírusokra. A minerrel egyelőre nem tudok mit csinálni, majd össze kell rakni a miner gépet is. I loved it, it smells dirty, I'm glad to go. Mondjuk ez nem tudom, hogy mire vonatkozik, de mindegy. Because of the viruses, jó. Ég a gép! Hazeg. Még jó, hogy meghallottam a kis sistergést a háttérbe a zenétől. Várjál?
Az még égett egy kicsit. Nem annyira kultiválta ezt a víruskeresést. Figyelj, most bocs, hogy ezt mondom, srácok, de olyan jó érzés, hogy nincsen zene a háttérbe. Szóval egy picit ide rakom. Tehát, hogy... Tudjátok, hogy én szeretem, hogyha valamilyen zenéje van a játéknak. De az, hogy az a 6 muzsika, ami van a playlistjébe, most egyszerűen olyan jó érzés a fülemnek, hogy nem szól benne semmi. Kifejezetten jó. Hoppá, azt nem így kéne rakni. Azt mondja, hogy monitor. Így láthatja mindenki, hogy milyen pajzán dolgokat nézegetnek az emberek. Igen? Úgy? Az pont odafért. Na hát ehhez képest a másik setup az egy csoda setup lesz. Jó, akkor rakjuk át a lámpát oda be a sarokba. És úgy fogom csinálni, hogy ez arcade gép. Ez bejön így mögé. Igen. És a másikat pedig berakjuk oda mögé. Hát a paszt rakhatjuk ide is. Ezt mindenképpen el kell adni, mert ez túlságosan nagy helyet foglal. Na mennyi az idő, barátom? 8:45, pont jó. Kinyithatunk, mindjárt jöhet az első vevő. Az egérnek kell fix hely, nem már. Igen. Abszolút. Annak Hover! Hát ez meg mi? Ki lehet engedni a fejét? Jó lassan megy egyébként ez a víruskeresés. Na már 1500, srácok! Amúgy a 3000-et sem lesz szerintem nehéz összeszedni a legnagyobb hátizsákra. Mint mondjuk logóval, az rá van ragasztva a fejére. Ez nem kamu. Azt mondja, total number of viruses found 328. 372 vírus. És most törli őket. Hát én nem tudom, hogy mit néznek ők azokon a gépeken. Mert mondjuk, de tudom, a pornbubot. $50 öt napra? Mondjuk lehet egyébként, hogy azt meg kellene venni. Tehát az $50 öt napra, az lópikula.
82 dollárt fizetett a csávó. Arab kecske pornót. Hát, ne, a porn, porn, vagy mi az? Mi volt? Bub volt a vége, az biztos. Nagyon jó, váltó futás van. 1687. Hú, de jó. Csak a gépek zúgását hallom. Gondoltál rá, hogy ne ülj le addig, ameddig ég a gép? Tehát egy lángoló géphez ültél le, haver. Úgy, hogy közben engem föllöktél. A kövi gépben mindenképpen Intel procit rakunk, igen. Na? 14 dollár. Hát ez nem túl sok. Figyeljétek, én ezt megveszem, jó? Auto scan is active, we scan the computers connected to the network for certain periods. Én ezt inkább megvettem. Tehát ezzel nem akarok foglalkozni. Zornbub, igen. Viszont 50 dollár 5 napra az semmi. Tehát az ingyen van. Már is adom a hozzáférést. Mehetsz. Jelenleg az Intel gépek a pályák. Ez is csak poén, hát már nem erről szól a történet. De nézzek, a Teletubby Unicorn is bazeg, a Zornbubnak a na. Ó, és nem tudott végezni fél óra alatt, úgyhogy limit lesz. Ez működik? Automatikus, úgyhogy működik. Ó, tippet is hagyott. 8 dollárt. 33 ponton van. Most még várunk. Nem légy szükség az. És kérlek szépen 1762. Zsepit meg testápolót nem teszel a géphez? Na, igen, na már csak az hiányzik. Hoppá. 2 órára akarja bővíteni. Hát teljesen rendben van. Pont te vagy az egyedüli ember, aki itt van bent, úgyhogy nem sajnálom tőled a helyet. Csak fizessél is a végé, hadd ne kelljen megverni téged. A 110 pontos kirakás az amúgy szintén jó lehet, mert akkor kevésbé akarnak elsétálni fizetés nélkül. Mit akarunk megvenni? 2000 dollárért egy setupot összerakni, asztalostól, székestől, mindenestől. Azért 2000 dollárból szerintem egy egész korrekt setupot fogunk összetenni. Motozás jöhet. A motozás nem teljesen értem, hogy minek mi a lényege. Tehát nem tudok olyan dologról, ami illegális lehetne egyáltalán nálam. Egy egész egyik föl tudtam vinni, az még normál price.
Ja, nem kell, mafla. Beül egy ember még a számítógéphez, és meg lesz a pénzünk. Ez ilyen egy pár percen belül megvan. Na, uvulány leül a géphez. Adunk neki hozzáférést. Még egy-két ember bejön a slot masinához, és meg is van. Ez a furcsa fejű ember nekem gyanús. Az üres CD-kkel összefüggés. Szerintem az üres CD az talán a konzolokhoz kell majd. Az... Túin van! ...1919. Csak gondolom, most meg már mindjárt oroszlán szag lesz a helyen. Ezt meg is nézzük. Annyira nem volt vészes. Hoppá, bocsánat! Na te barátom, remélem fizetni akarsz. Ez is egy 30 perces csak. Kiütette Jézust. Igen. Meg majd gépekre játékot lehet majd még venni. Az még olyan. Na, 3 órára bővítette, tehát ebből biztos, hogy megvan a pénzünk. Nyiknyaknak hívtátok? Na nézzek, az is odaállt. 1974. Akkor elkezdhetjük összerakni szerintem a setupot. Na. Haladjunk föntről lefelé. Komputer kéz, 4-20. Azt mondja, szék, 2 csillag, 2-85. Klaviatúra, 2 csillag, 3-89. Monitor, 2 csillag, 3-50. Egér, 2 csillag, 190. Asztal, 2 csillag, 3-28. Smart Scan Completed, király. És ez kérlek szépen 1962. Meg is rendeltem. Nem a PC-s futott el. Nem, az mondta, hogy 3 órát marad, az azért nem telik el ilyen gyorsan. Na, gyertek. Megjött a rendelés! És nézzek, ő is fizet. Monitor, klaviatúra, asztal. Ezt remélem nem fogják elvinni mellőle. Ezek szerint az asztalom az 2 csillagos volt. Mert az alapasztal az nekünk is 2 csillag volt. Na micsoda izé lesz. Ne, ez már menő setup. Úristen, hát micsoda szék. Na, még egy picit gyap. Aha, így már nem férünk el. Azt jól leraktam. Egy jó egér. Úgy? És csak számítógép. Na tessék! Ott van a 2 csillagos setup.
Amúgy meg szerintem ezt a gépet el kellene adni. De ez túlságosan sok helyet foglal. Meg szarul is néz ki. Cigarettacsiket is fölsöpröm a földről, bazeg. Na most úgy sincsen semmi. Ja, szóval alakult. Tehát most a két csillagos setup megvan, szerintem a következő annak majd valami ajtónak kéne lennie. Mert ilyen masinát még tudunk lerakni egymás mellé, ugye az ilyen 600 dollárokba kerül, ezt mindenképpen el kell adni, mert ez túl sok helyet foglal, és amúgy szerintem ide kényelmesen még egy setupot összerakhatunk mellé. De most akkor menjünk egyet aludni, hogy el is mentődjön. Hát ha megjelenik, akkor majd új küldetés is. De szerintem nem az alvásom múlik, mert a nap az így is eltelik, ha nem alszom, csak nem ment. Bérlése a második gépnek? Nem néztem még meg. Hát a nudibárba mindenféleképpen be kell menni egyszer, a 100 dollár a belépő oda. Hoppá, pofán vágott a lift ajtó. Marika nénihez, ahova jártál? Túlzás nélkül komolyan? Zozo. Na, hát akkor neked egy ilyen nosztalgikus élmény. Az áramot csak lekapcsoltad volna? Nem kell fizetni az áramért. Tényleg lett egy új küldetésünk. Dude, there's a big fight. Can you bring me 3 baseball bats? 3 darab baseball ütőt kell adnom a csövesnek. Ez kemény. A 120 dollár. Just saying. Mennyi a bérlése a második gépnek? Na nézd, szerintem computers, PC2, ó, az 1,1 dollár helyett 2,9. Amit 3,1-re tudok húzni. Hoppáré. Az azért lényegesen jobb lesz így. Oké. Viszont a szemét is egyre több lesz, ahogy egyre több ember fog bejönni. Majd le kellene húznom a rolót, hogyha lesz... Ja, mondjuk már van 120 dodóm. Néznek is mindenki a zornbubot nézi. Kihűl a vacsora, írja már Zsani. Jó, akkor bezárunk, srácok. Jönnek fizetni, igen. 110 dollárt fizetett? Bazdmeg, és ez a szargép kigyulladt. Jó, 110 dollár. Te nem akarsz kimenni, haver? Köszi. Én bezárom őt oda. Na, jöhet a nudibár. Ez teljesen normális dolog, hogy a WC-be egy feszítővasas, gázmaszkos, félmeztelen figurát látunk feküdni.
Oké, vannak slot masinák $20. Hoppá! Oké. Benézzünk hátra. Itt lehet blackjackezni. Aha, tehát jöhetek illegál blackjackezni. Van pénzem egy privát táncra? Oké, ki kell választanunk, hogy kitől akarunk privát táncot. Ó, fekete vagy fe... Micsoda 200 meg $300 privát táncok? Ő 100-ba kerül. Nincsen olcsóbb. Háromszáz. Én a ketreces lányt akarom. Hát a 300-as stripper az out of budget. Jó, a 100-asat el tudjuk vinni egy körre. Jó, a DJ is nyomja. Oké, szerintem egy... nem 300. Szerintem egy 100-as private dance-t azt kéne kérni. Ő 200. Gyere csak, stripper. Ott is van. Mehetünk hátra. Privát dance. Már jön is a fél hulla. Mi van egy kotona széken? Nem csak a ruhája latex, de még a nő is. Ezt ennyi? Csak nézés? Hát ő csak táncol. De ezt kint is láthattam volna ingyen. Hát ne haragd, én kérem vissza a pénzem. Hát ezt itt is látom, nézze, így be, és ez ingyen van. Hát ez ingyen van, és konkrétan tele megy a szemem pinával. Hát ez full lehúzás. Itt még másik benne az eső. És ez volt $100. Sőt, igazából 200, mert 100-ért jöttem be, és egy másik 100-ast még a csajnak is fizettem. Oké, Trump még mindig bent van vajon? Nem, ő közben eltűnt. Na jól van, srácok. Jó van, gyere, motozzál. Alt F4 és megmarad a lóvé. Amúgy igen, azt fogjuk most csinálni, hogy csak kilépek, mert akkor visszakapom a pénzt, és még a quest is aktív marad. Úgyhogy ezt majd innen folytatjuk.